Egy új szolgálatot szeretnénk indítani, mégpedig azok számára, akik nehezen hallanak, és ő jeltolmács, és szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak is, mivel a hit hallásban van, most nem a fizikai hallás a lényeg, hanem az, hogy megértsék az üzenetet, az Isten beszédét, akik ezen a területen diszkvalifikálva vannak, hogy ők is részt tudjanak venni az összejövetelen. És fogadjátok szeretettel Veronikát, Károlyi, vagy Károli, Veronika, ő el fogja mondani a tudnivalókat. Köszönöm. Sziasztok! Károlyi Veronika vagyok, a lényeget már elmondta. Szeretnék indítani egy jeltolmás szolgálatot. Mi arra gondoltunk, én egyébként ott szoktam ülni a szélén, hogyha valaki keres, és ha jól tudom, a honlapra is föl lesz téve az elérhetőségem. Arra gondoltunk, hogy odaülnénk majd a siketekkel, és a lényeg az, hogyha ismertek siketet vagy nagyot hallót, hívjátok meg őket, mert én nagyon szívesen tolmácsolok nekik. És amit még szeretnék mondani, hogy ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy megtanulná a jelnyelvet, és besegíteni a tolmácsolásba, mert megcsinálom én egyedül is, de egyedül azért kevés vagyok hozzá, akkor nagyon szívesen csinálnék egy ingyenes tanfolyamot is. Amit rólam kell tudni, én valamikor általános iskolában egy tinédzser voltam, amikor először elmondtam a megtérőimát, de úgy évekig nem jártam gyülekezetbe, és úgy komolyabban olyan 2-3 éve járok gyülekezetbe, ide december óta járok. Nálunk a családban nincsen siket, és én tanfolyamon tanultam, először úgy, nem is tudom, 18-19 éves lehettem, amikor elmentem az alapfokú tanfolyamra, utána a középfokúra. Most pedig ugye ismétlési, meg fejlődési céllal teljesen előről elkezdtem az összes tanfolyamot, mert most reformálták meg az oktatást is, meg egységesíteni szeretnék a jelnyelvet, mert sajnos nem egységes, pedig mindenki azt hiszi, hogy nemzetközi, és nem az sajnos. Tehát én is folyamatában vagyok a tanulásnak, és szóval a lényeg, hogyha valaki szeretne ebbe bekapcsolódni, akkor azt szívesen veszem. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, az Úr áldjon meg, és sok sikert. Tehát, hogyha tudtok olyat, akinek szüksége volna ilyesmire, vagy van közöttetek olyan, aki szívesen tanulna ilyesmit, akkor kérünk benneteket, hogy a Veronikát keressétek meg, és a Facebookon is közzé fogjuk tenni az elérhetőségét.